Köszöntöm a duet nézőit, és szeretettel üdvözlöm Tóteriket, a Nézőpont Intézet elemzőit. Köszönöm, hogy ismét eljött hozzá. Köszönöm szépen a meghívást. Parlamentünk téli szünetre vonult, jól megérdemelt pihenésüket tölthetik a következő hetekben a képviselők, de még utoljára elfogadták, sőt, utolsó előttiként úgy emlékszem, elfogadták a házszabály Súlyosbításáról, megváltoztatásáról szóló törvényt. Meglehetősen nagy visszhangot keltett ez a másik oldalon. Így van. Mondhatjuk azt is, hogy a múlt heti események, illetve a parlament utolsó hetének az eseményei azok tulajdonképpen előrevetítették mindazt, amely a következő évben a magyar társadalomra és a magyar képviselőkre majd várni fog. Nagyon egyszerűen arra gondolok, hogy valóban, ahogy ön is említette, itt egyrészt a házszabályi rendelkezések módosításáról, másrészt pedig az egyes egyéni képviselői jogállásokhoz kapcsolódó törvények módosításáról is döntött egyébként a tisztelt ház. Ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert a kettő összekapcsolódik egymással egyébként. És a házszabályi módosítások kapcsán az én személyes tapasztalatom az az elmúlt időszakból, hogy rengeteg álhír terjed a magyar médiában, és szeretném, hogy ezt itt most gyorsan tisztába raknánk, hogy pontosan miről is van szó. Ugye tavaly december 12-e óta napirenden volt a házszabályi módosításának a szükségessége, mégpedig amiatt, mert az ellenzéki pártok képviselői, illetve az ellenzéki frakciókban ülő politikusok úgy gondolták, hogy a tisztelt ház az nem más, mint egyfajta színházi kellék, amely hozzájárul ahhoz, hogy ők a saját frusztrációjukat levezessék, méghozzá olyan módon, amely egyébként nem megengedett, nem csak a magyar, de semmilyen európai parlamentáris demokráciában sem. Színházi kellék, bocsánat, amikor a kultúráról szóló törvény volt, akkor oda tették a fekete színházi maszkot az arcuk elé. Így van, tavaly december 12-én pedig ugye például a házelnököt nem engedték meg, hogy elfoglalja a pulpitusát, a jegyzőket nem engedték, hogy levezessék az ülést és még folytathatnám. Beültek a miniszterelnök szépen. Kémben. Így van, így van, ugye az már idei esemény ráadásul. Offszén feliratú táblákat mutogattak, amit most nem szeretnék idézni, mert úgy gondolom, hogy ennek a ne műsornak a minősége kintem. nem engedi meg, és nem is szeretném rombolni a, a nívóját a műsornak. És ebből kifőleg az volt a... Kétharmados többsége rendelkező kormánypárti vélemény, hogy a házszabályi rendelkezéseket bizony felül kell írni bizonyos szempontból. És uh, mielőtt még azt hinné valaki, hogy ez egy kivételes eset, ez nem igaz. Um, én pontosan emlékszem arra a tanulmányaimból kifolyólag, hogy 1994-től kezdődően minden egyes parlamenti ülésepban módosították a házszabályi rendelkezéseket, mindig az aktuális kihívásoknak megfelelően. A mostani változtatások valóban egyfajta szigorítást feltételeznek, illetve irányoznak elő, Azonban uh, nagyon Fontos itt rögzíteni, hogy azáltal is szigorodik a házszabály. Ez nem azt jelenti, hogy automatikusan több büntetés fognak például kiszabni, csak és kizárólag abban az esetben fog ez bekövetkezni, hogyha az ellenzéki képviselők magatartása nem változik meg. Magyarán csak úgy nem fognak büntetni senkit, ehhez mindig egy jó ok kell. Ugye a mostani módosítás értelmében például, hogyha valaki hatházi ákos, Korábbi jelenpés politikus, most pedig jelen pillanatban még független országgyűlési képviselő akcióját próbálná meg lemásolni, és opcén feliratú táblát mutogatna a miniszterelnöknek, a kormánytagoknak, sőt a parlamenti közvetítés nézőknek, akkor arra számíthat, hogy minimum 30 napra kitiltják a parlamenti ülésekről. Abban az esetben, ha valaki fizikai erőszakot alkalmazna a tisztelt házon belül, bármilyen fórumon, Minimum 30 napra, de legfeljebb 60 napra kitilthatják az ülésekről, ami azt jelenti, hogy adott esetben, hogyha úgy alakul egy fél éves ürészak, kieshet 4-5 hónapi törvényhozási munkából. Ez a, a szavazásra is érvényes? A szavazásra is érvényes. Uh -huh. Ezt úgy kell elképzelni a kedves nézőknek, hogy amikor valakit kitiltanak, akkor ő az ő szavazati jogát át lehet ruházni egy másik képviselőre, de csak és kizárólag a szavazati jogát. Magyarán, hogyha van egy nagyon fontos törvénymódosítás, amelyhez minden képviselőre szükség van, tehát mind a 199 igen, képviselőnek igen. ott nem kerülnie egy szavazat, nem veszhet el, így uh -huh, van természetesen, uh -huh. és arról dönthet a képviselő, hogy az kire szeretné átruházni. És nagyon fontos, hogy ő titkos szavazásoknál, például nem ülhet be a parlament helységében. Nem lehet ott, hanem a házelnöknek kell egy külön helyiséget kijelölni arra, hogy, hogy hol adhatja le a voksát. És ezekre a módosításokra azért van és azért volt szükség, az én megítélésem szerint is, mert a népképviselet az mégiscsak azt mondja, modern parlamentáris demokráciákban is, hogy a képviselőknek egyrészt segíteniük kell a törvényhozás munkáját, azáltal, hogy bent ülnek, szavaznak, vitát folytatnak, interpellációt intéznek, és most még sorolhatnám. A másik részről pedig a tisztelt háznak a méltóságát meg kell tudniuk őrizni. Ez minden parlamentáris demokráciában így van, természetesen a magyar törvényhozásnál is ez lenne a célkitűzés. És a tavaly decemberi akciók, illetve az idei ellenzéki akciók ezt teljes mértékben lerombolták. Mind a méltóságot, mind pedig a törvényhozás hatékonyságát negatívan érintették. És szerintem ez azért rendkívül fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, mert hogyha ez ez a fajta ellenzéki politikai stílus meghonosul a magyar törvényhozásban. Az egyben azt is jelentheti, hogy fontos társadalmi kérdésekben nem tud a tisztelt döntéseket hozni. És ha nem tud a tisztelt döntéseket hozni, az azt is jelenti, hogy nem tud reagálni különböző társadalmi kérdésekre. És ezekre reagál tulajdonképpen a házszabályi módosítás, amely egyébként. Én nagyon szeretem a kontextus értelmezéseket is. Európai összevetésben egy nagyon finom szabályozás, egy megengedő szabályozás volt eddig. A mostani módosítás révén viszont, ha úgy tetszik, a német alkotmányos szigort, illetve a német házszabályi szigort veszi át a magyar házszabályi rendelkezés is, és ugyanazokat a büntetési tételeket fogja alkalmazni, amelyeket egyébként Nyugat-Európában már korábban is bevezettek. Itt Magyarországon egyfajta történelmi hagyomány az, hogy ha úgy tetszik, a házszabályi rendelkezések liberálisak voltak inkább, mert a korábbi törvényalkotók nem abból indultak ki természetszerűleg, hogy a parlamentben majd ilyen és ehhez hasonló cselekedetek fognak megvalósulni, mint amelyeket például tavaly december 12-én láthattunk. Szóval indokolt is volt a házszabályi rendelkezések módosítása, mind jogi, mind pedig politikai szempontból. Ráadásul én abban biztos vagyok, hogy a módosítások kimenetele az tulajdonképpen a társadalmi közjót fogja szolgálni. Az már más kérdés, hogy mi lesz az ellenzéki képviselő stratégiája de én úgy látom, hogy két út áll jelen pillanatban előttük, vagy elfogadják ezeket a módosításokat, alkalmazkodnak hozzájuk, vagy próbálnak saját magukból mártírt csinálni, és ha úgy tetszik, az általuk nagyon féltett demokratikus állapotokat majd a külföldi sajtóban mm -hmm. megénekelve félteni fogják. Én úgy gondolom, hogy mind a kettőre lesznek próbálkozások, de a végén valószínűsíthetően a törvényhozás, ha úgy tetszik, kiegyensúlyozott menete, az vissza fog állni. talán nem a leg fontosabb részlete volt az, amikor a hatházi Ákosról beszélt, de én az érdekesség kedvéért megkérdezném, hogy mire gondolt akkor elemzőként, amikor azt mondja, hogy jelen pillanatban független képviselő. Hallhatnék valami bővebbet erről, Hova fog ülni? Vagy egyáltalán ül-e máshova? Igen, nem véletlenül fogalmaztam így. Ön nagyon jól ráérzett erre a félmondatomra. Ugye a, említettem, hogy kétféle szabályozási módosítás volt, és az egyik a, a képviselőknek a jogállását is érintette. És a mostani helyzet úgy néz ki, hogy abban az esetben, hogyha valaki független képviselőként nyeri el a mandátumát, vagy listáról bekerülve tudja a helyét elfoglalni a parlamentben, akkor annak a pártnak a frakciójába kerülnie, és csak és kizárólag ott maradhat a megalakulás követően, ahonnan ő elnyerte a mandátumát, amelyik listáról bekerült. És hogyha hat Ákos független képviselőként kívánja folytatni a tevékenységét, akkor mostantól nem lesz arra lehetősége, hogy például részt vegyen egy önálló, más politikai nézetű frakció megalakításában, és csak úgy nem ülhet be semmilyen politikai frakcióba sem a későbbiekben. Itt csak emlékeztetnék, hogy Bősz Anett, ugye a Magyar Liberális Párt most már megválasztott elnöke, a törvénymódosítást megelőzően, hogy, hogy nem a Demokratikus Koalíció frakciójához csatlakozott, úgyhogy ő egyébként váltig állítja, hogy a Magyar Liberális Párt önálló arculatát szeretné építeni. És én arra számítok, hogy lesznek még ilyen átűrések. Hadházi Ákos esetében azért nem merem megkockáztatni, hogy átülne bármelyik politikai frakcióba, mert az én megítélésem szerint ő Szél Bernadettel egyetemben, ugye ők voltak korábban az LNP társelnökei, uh -huh. inkább a Momentumhoz szeretnének csatlakozni, csak, hogy a momentumnak ugye nincsen parlamenti frakciója, hiszen 2018 áprilisában nem tudott akkor a társadalmi támogatottságot elérni, hogy az 5%-os küszöböt megugorva képviselőket delegárosan az országgyűlésbe. De ha tippen nem kéne, 2022-ben hat házi abban az esetben, hogyha bekerül a magyar törvényhozásba, már nem függetlenként fog szerepelni. Bőszenetről mondott ugyancsak egy mondatot. Hát a liberális párt arculatának kialakítása előtt talán még azon is kellene gondolkodni, hogy néhány tagot toboroznának a liberális pártban, nem? Természetesen ugye nagyon érdekes helyzetben van egyébként a magyar liberális párt, de az látható, hogy az ő ö, politikájuk az egyrészt nem tud társadalmi tömegeket megszólítani, másrészt ö, arra nem lehet építeni politikát, hogy majd valamelyik riválisomnak a hátán fölkúszok, és próbálok egy 4-5%-os pártot létrehozni. Erre voltak korábban is kísérletek. Az előző elnököt, akit nem szeretnék megbántani, ugye Fodor Gábornak hívták, aki mm -hmm. szintén ezt a politikát követte, és ahelyett, hogy a magyar liberális pártot próbálta volna megerősíteni, ő is inkább szövetségeseket próbált megkeresni. Mm -hmm. Ha úgy tetszik, egy klasszikus napraforgó politikus volt, mindig ahonnan többet tudott kapni, mm -hmm. oda irányította a figyelmét. Őszanet most ugyanezt csinálja. Én nem gondolom, hogy ez a Magyar Liberális Párt bármilyen érdekét szolgálná, de szerencsés helyzetben vagyok, mert nem én vagyok a Magyar Liberális Párt elnöke. Most az interjú készítés szabályainak, ha meg szeretnénk felelni, akkor talán parlamenttel kéne folytatni, és ha én parlamenttel folytatom, akkor nem mással, mint a, a brüsszeli Európa Parlamenttel is, a ottani tanácssal, bizottságokkal folytatnám, de... Ha, ha belpolitikánál szeretnék maradni, akkor, akkor más budapesti eseményekre kellene utalnom, talán maradjunk ez utóbbinál. Néhány nappal korábban itt járt Pozsony, Prága és Varsó főpolgármestere, karácsony Gergely budapesti főpolgármester meghívására. Megalakították a szabad városok vagy szabad fővárosok szövetségét, milyen célral, mit tekinthetünk háttérnek? Azon túl, hogy a, a CEU egyetemen ott. Volt a találkozás meghirdetve. Ami egy nagyon fontos mozzanat egyébként. És nem csak szimbolikus jelentősége van? Én, én úgy gondolom, hogy egyelőre ennek szimbolikus jelentősége uh -huh, van. Hogyha uh -huh. valaki követte például az, az interjúkat, miután megalakult ez a szabad városok vagy szabad fővárosok Szövetsége, akkor a résztvevők is azt hangsúlyozták, hogy ennek egyelőre politikai súlya nincs, ez inkább egyfajta szimpátia kimutatása egymás uh -huh. irányába. Ugye fontos azt látni, hogy mind Lengyelországban, mind Szlovákiában, mind pedig most jelen Magyarországon, az a helyzet, hogy a fővárosi politikai vezetés színezete az nem egyezik meg az országos politikai színezet vezetésével. Ugye szándékosan kihagytam egy országot, a kedves nézők pontosan tudják, hogy kire gondoltam, ugye Csehországot, ahol mm. egy nagyon érdekes politikai térkép alakult ki. Ugye André Babis is inkább egyébként egy, ha úgy tetszik, liberális politikus, csak bizonyos kérdésekben inkább a konzervatívokhoz tud csatlakozni, és ezért tud egyébként a v szövetség ilyen jól működni. És inkább és, a hazája érdekeit képviseli. Természetesen. És Már ezt azért fontos hangsúlyozni, mert látni kell azt, hogy az, hogy Budapesten 2010 és 2019 között megegyezett az országos és a fővárosi politikai vezetés színezete, vagy elképzelései legalábbis, az egy kiváltságos állapot volt. Európában az a standard, hogy mindig az országos politikai vezetéstől eltérő lesz, például a fővárosi politikai vezetés. És az kétségtelenül el kell ismerni, hogy karácsony gergelyek már amennyiben az ötletőtőlük származik valóban, azt nagyon jól felismerték, hogy a szimbolikáját tekintve ennek van egy erős üzenete, mégpedig az, hogy ha úgy tetszik a jobboldali, ha úgy tetszik, a Orbán Viktor értelmében fogalmazott Véni Szövetségnek az alternatíváját elkezdték építeni. És öm, én azért mondom, hogy ez szimbolikus jelentőségű, mert látszik az, hogy Karácsony Gergelyéknek nem az a célkitűzése, hogy ez bármilyen komoly politikai tőkét hozzon az ő számukra, hanem csak és kizárólag azon munkálkodnak, hogy mindig az adott kormányzattal szemben meg tudják határozni a saját politikájukat. Itt beszélgettem szerkesztő úrral, mielőtt elkezdtük az adást, és említettem, hogy ehhez nagyon hasonló például az, hogy egyik első intézkedéseként Karácsony Gergely mit tett, kihirdette a klímavészhelyzetet Budapesten. Az hogy, az, hogy azóta eltelt egy hónap, nem történt semmi a fővárosban, semmilyen érdemi lépés a tekintetben, hogy ezt alátámaszza, hogy erre szükség volt, az senkit sem érdekel, mindenki megnyugodott, hogy most klímavészhelyzet van Budapesten, és lám minden meg fog változni. Ugyanez a helyzet ezzel a szabadvárosok vagy fővárosok szövetségével is. Nem lesz érdemi politikai súlya, nem lesz érdemi politikai lehetősége arra, hogy bármilyen döntéshozatali mechanizmusba beleszóljon, csak mivel jól hangzik, hogy ők létre tud. Hozni egy ilyen szövetséget, ezt próbálják most propagálni. És a helyszínválasztás az, hogy a. CEU épületében, ugye Nádor utcai épületében találkoztak elsőként, az ugye megint csak egyfajta fricska lett volna a magyar kormány számára. Én azért arra felhívnám a figyelmet, hogy korábban Karácsony gergeik azzal politizáltak, hogy a CEU terüldözték Magyarországról. Hát lámlám -lám az ötödik kerületben lévő Nádor utcai főépület még továbbra is tevékenykedik, és ott oktatás zajlik. Tehát ezzel egyébként saját maguk számára, mint egyfajta mandiner, visszalökték a témát, mert látható ebből is, hogy a CEU nem ment sehova, de ez persze most senkit sem fog érdekelni. Van néhány olyan jó jobboldali gondolkodó, aki azt mondja, hogy lehet, hogy az van a háttérben, hogy el akarják különíteni azt a pénzt, amit az Európai Uniótól kap Magyarország bizonyos fejlesztésekre, hogy közvetlenül a főváros kapjon pénzt az Uniótól. Lát erre valamilyen reális alapot? Fontos, hogy rendbe tegyük itt a kérdéseket, mert a főváros önmagában nem tud közvetlen uniós forrásokat allokálni, szerezni, ha úgy tetszik Brüsszelből. Ennek nagyon egyszerű oka van, az Európai Unió mégiscsak a nemzetállamok gondolatát próbálja megosztani, legalábbis azon alapult még 30-40 évvel ezelőtt, és ebből ki főleg természetszerűleg a kormányoknak van lehetősége arra, hogy különböző pályázatokon és, ha úgy tetszik, közbeszerzéseken keresztül ezeket a forrásokat elnyerik a maguk számára. Az az akció, amely most kibontakozik, az illeszkedik az ellenzék azon politikájába, amelyet már az önkormányzati választáson is hangoztattak: hogy azok az ellenzéki települések vagy városok, amelyek mandátumot kaptak arra, majd megpróbálnak Brüsszelnél közvetlen forrásokért politizálni. És most is ez történik, csak még egyszer mondom, az a probléma, hogy ennek sem jogi, sem pedig politikai alapjai nincsenek. Arról pedig. Szerintem nagyon gyorsan le kéne szokniuk az ellenzéki politikusoknak, hogy azzal próbálnak meg kampányolni, hogy például a magyar költségvetési keretből nem jutna elég forrás az ő számukra. Pontosan tudja mindenki, hogy Budapest költségvetése 2010 és 2019 között bőséges volt, minden forrás megvolt teremtve, és ami adósságállomány fönmaradt a korábbi időszakból, a Demszki-rából, az pedig, ha úgy tetszik, felett számolva. És innentől kezdve szerintem csak az az egy kérdés marad, hogy a választópolgárok melyik narratívát fogják elhinni azt a narratívát, azt az ellenzéki narratívát, amelyik azt mondja, hogy kiéjeszteti Budapestet, vagy azt a úgy tetszik kormány narratívát, hogy Budapestnek korábban is nagyon jó forrás allokációja volt, kapott bőven költségvetési keretet, és ez meglátszott egyébként a város fejlődésén is. Én úgy gondolom, hogy rövid távon az előző, hosszú távon viszont az utóbbi mm. lehet majd hangsúlyos. 2024-ben ezek a kérdések bizony el fogják tudni dönteni azt, hogy ki lesz például Budapest főpolgármestere, de ez a kísérlet azért nem vagyok naív, előrevetíti mindazt is, hogy Karácsony Gergelyék egyfajta hídfőállást építenek Budapesten, és szeretnék kisajátítani, hogy úgy tetszik, a fővárosi vezetést, és ezt egyfajta liberális, multikulturalista közegé szeretnék nagyon rövid időn belül alakítani. Az már más kérdés, hogy ehhez a politikai tőkejük meg lesz -e. Már ráléptünk az európai csapásra, akkor most maradjunk e témánál. Ha kedd, akkor magyarországi jogállamisági problémák, legalábbis ami a legutóbbi két keddet illeti. Hát mondtak megint sok-sok szépet és jót Magyarországról, ezeket kérem, hogy idézőjelbe értse, de, de szinte ugyanazok a kérdések ismétlődtek mind a két ülésen, és hát ezt megelőzően pedig volt az a bizonyos kétnapi két napi, tartó csúcs Brüsszelben, amelyen a magyar miniszterelnök is ott volt, ahol a klímasemlegességről semlegességről tárgyaltak. Hát ad bőven témát ez a beszélgetésünk köz, Kérem az idő múltát figyelembe véve próbálja meg, ha lehet, akkor ezt hát úgy összefoglalni nézőink számára, hogy nézőink és, és én is megértsem. Ugye a jogállamisággal kapcsolatos kérdések, legalábbis amelyek Magyarországgal szemben eddig felmerültek, azok nagyjából az elmúlt öt évben mindig napi voltak. Ha valaki figyelemmel kísérte az elmúlt két keddi ülésszakot, akkor azt tapasztalhatta, hogy Magyarországon annyira antidemokratikusak az állapotok, hogy nem lehet könyvet kiadni, nem lehet színházakat igazgatni és kinyitni, sőt a tulajdonképpen a gyermekek tanulási szabadsága és tanszabadsága is most már teljes mértékben korlátozva van, és visszatért Magyarország az 1960-tól 1970-ig terjedő időszakba, amikor mindent az állam korlátozott. Szerintem azért nagyon fontos ezt hangsúlyozni, mert látszik ebből, hogy az a fajta lejáratási kampány és kísérlet, amely zajlik Magyarországgal szemben Brüsszelben, az most már odáig terjed egyébként, hogy a magyar kormányt megkerülve annak a legitimitását próbálják meg aláásni. És erre egy nagyon jó aprópó az, hogy jogállamisággal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Miért mondom ezt? Egyrészt, pontosan senki sem tudja, hogy mit értünk jogállam alatt. Ha megkérdeznénk most öntől, tőlem, a kintülő technikus kollégáktól, vagy bárkitől biztos, hogy mindannyian más definíciót adnánk meg. És ez azért van, mert az Európai Unió sem tudja meghatározni, hogy mit tekint jogállamnak, és mit nem tekint annak. És amikor van egy ilyen fogalom, amit ennyire lehet. Különféle módokon csűrni, csavarni és értelmezni, akkor ezt politikai támadásokra szokták felhasználni, és most is ez történik. Tehát ez egy politikai támadássorozat az én megítélésem szerint, amely csak és kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Magyarországot, ha úgy tetszik, az Európai Unión belül pellengére állítsák és kiszorítsák a fontos döntéshozatali folyamatokból. Szárkentini asszony szelleme továbbra is ott lebeg az üléstermekben. Így van, ezt én is így látom. Ami rossz hír ezeknek a képviselőknek, és én úgy látom, hogy nem hallották meg például Úszra a der Leyennek a szavát, az az, hogy ő szeretne egy fordulatot ebben elérni, például jövő januártól, amikor nem a jogállamisági kérdésekkel, nem szimbolikus ügyekkel szeretne végre for, foglalkozni, hanem olyan ügyekkel, amelyek az emberek minden napjait is érintik. Európai költségvetés, ha úgy tetszik, a klímavételem, a jövőbeni növekedési kilátások, és most még Ugyan. folytathatnánk természetesen a migrációt is ideért. Uh -huh. És ebben egy komoly változás fog előállni, abban az esetben, hogyha az Európai Parlamenten belüli frakciók végre meg tudnak egyezni a minimális, ha úgy tetszik, játékszabályokban. És ebben az első lépés az én megítélésem szerint az lesz, hogy a Magyarországgal és Lengyelországgal szembeni jogállamisági kérdéseket végre el fogják engedni. Ez az idő szerintem nem sokára eljön. Ami pedig az Európai Uniós csúcs találkozót illeti. Valóban ott a Lengyelországot leszámítva megegyeztek az állam és kormányfők abban, hogy 2050-re karbonsemlegessé az Európai Uniót, amely azt jelenti, hogy úgy fogunk termelni, úgy fogunk termékeket előállítani, hogy ezen keresztül nem növeljük a saját ökológiai lábnyomunkat. Ami jól hangzik, csak a lengyel vétót szerintem ilyen szempontból érdemes megvédeni. Azt, hogy ez hogyan fog megtörténni, azt senki sem tudja. Azért kell ugye megvédenünk a lengyel vétót, mert Lengyelország energiatermelésének nagy hányada az ma is még a szénerőművekre alapul, hiszen olyan szénkincsekkel rendelkezik Lengyelország, amit ők már hát ugye ö, 100 éve kihasználnak. Így van, csak egy nagyon fontos apróság, 1994 óta most fog előfordulni az első olyan alkalom, hogy egy új szénbányát kinyitnak Lengyelországban, 2022-ben. És ez nem 20 fillére megnyitása. Sőt, ö, egészen pontosan 3 milliárd zloty, ami ö, átváltva magyar valutába nagyjából 215 milliárd forintnak felel meg. Tehát egy meglehetősen jelentős beruházás. És természetszerű, hogy amikor valaki egyetért ezekkel a célkitűzésekkel, de nem tudja, hogy hogyan tudná a saját növekedési ütemét fenntartva, a saját jólétét fenntartva, biztosítani ezeknek a kivitelezhetőségét, akkor azt mondja, hogy ő még időt szeretne kérni. És most pontosan ez történt: döntés. fél évet kértek Igen. a lengyelek, Igen. júniusra halasztották a döntést, hogy addigra próbálnak egy olyan nemzeti stratégiát kidolgozni ebben a kérdésben, amely garantálhatja azt az ő számukra, hogy ezt a 2050-es karbonsemlegességi célkitűzést ezt tudják tartani. És és ez volt a legfontosabb része a megállapodásnak. Illetve még egy számomra nagyon érdekes dolog, ami előrevetíti, hogy az Európai Unióban változások következhetnek. Van egy úgynevezett energiamix minden ország számára. Ez azt határozza meg, hogy mekkora arányban szélerőmű, szélerőművek által, mekkora arányban alternatív erőművek által, és mekkora arányban egyéb forrásokból fedezi a saját belső fogyasztását. És ebben a részben bekerült az, hogy bizonyos országok, Franciaország, Magyarország és még egy-két tagország atomenergia által Itt. szeretné ezt elérni. Ami egy olyan fontos gondolat, amire a Juncker bizottság alatt biztos, nem lett volna fogadókészség, most viszont ez bekerülhetett ebbe a zárónyilatkozatba, ami előrevetíti azt is például, hogy PAKS 2 kapcsán azok a politikai jellegű támadások, amelyek megindultak, azok alá fognak hagyni a későbbiekben. Úgyhogy van változás az Európai Unióban, csak, hát hogy is mondjam, optimistának kell lenni, amikor ezeket értelmezzük, és nem pessimistának. Kell látni a jó jeleket, és jó jelek akadnak bőven. Tekintsünk optimizmussal akkor a 2020 es sorra kerülő ülések elé. Köszönöm szépen, hogy köszönöm Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Tartsanak máskor is a duettel.